Korda és Arolta Kálendből eljöttem. Elsőnek jöttem már. Meg akartuk valósítani a szabadság eszményeket. De számodra az út a szabadsághoz. Hulla hegyeken! Ami nemzetnyi hulla már elég? 10 milliónyi hulla ég! Szállí, seri, érszak a hulladék! Selejt, mi kalkulálható, egy temetőben bedarálható. A temetetlen teteneket, meg megetetem a maga tehetetlenekkel. Veletek! Azért jöttem, hogy Mara polgártársal beszéljek. Nincs szükségük látogatókra. Figyelmen követünk minden időben, hogy teljesítsük a természet alaptörvényét, mert így szól, legyen a gyenge, az erősnek kények kedvére kiszolgáltató. Hát emlékeztesek a boldogó 15. Lajos királyunk elleni sikertelen merénylet elkövetőjének. Tám ilyennek a kivégzése? Mi hosszú ideig hajtogatták, hogy az uralkodók jóságos atyák. Boldogan élünk vécárnyuk alatt. Tetteiket a megfizetett költő ihletett szavakkal lecsepelték. A családapát pedig áhítatta a tömtén eleckével fiat. Tényleg tollal a rendet nem lehet megdönteni! Mi találtuk fel a formában, mi? De nem tudom még bármire! Folytat! Szegény már a kárban, már csak